Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Középkorú nő volt a bűnbanda feje, Tolna és Bács-Kiskun megyékbe is árulta a drogot. Karácsonyi és szociális krízis, érzelmi és testi elhanyagoltság miatt kerülnek ilyenkor sokan kórházba. Újévi fogadalmak, a szakemberek szerint sokszor többet ártanak, mint használnak. Koncert, a Budapest Ragtime Band lépett fel Szexárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bogyiszlói középkorú nő irányított egy drogterjesztő hálózatot, az asszony Tolna és Bács-Kiskun megyékbe is rendszeresen adott el különböző kábítószereket kisebb dílereknek, hamarosan viszont hosszú évekre börtönbe kerülhet, ugyanis több rendbeli bűnszövetkezetben elkövetett drogterjesztéssel fogják megvádolni. Fehér porral teli tasakok egy másik képen növényi származék, egy harmadikon pedig már kiadagolt poralufólián. Többféle kábítószert foglaltak le a bűnbanda tagjainál még 2017-ben. A Tolna és Bács-Kiskun megyékben dolgozó hálózatot egy bogyiszlói asszony irányította. Közöttük volt egy 25 éves, valamint egy 40 éves tolnai férfi, illetve egy sükösdi házaspár, egy 59 éves férfi, és annak felesége egy 54 éves nő is. Az eljárás során a Tolna megyei rendőrfőkapitányság nyomozói bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal való visszaélés büntet, valamint bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem büntet miatt is eljárást indítottak. A 48 éves bogyiszlói nőnek ráadásul több rendbeli bűnszövetkezetben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt is felelnie kell, az egyik társának pedig kerítésért és garázdaságért is. Fentieken túl további 11 személyt is kihallgattak gyanúsítottként kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt. Az ügyet most fejezték be kollégáim, és a napokban megküldték ezt az illetékes ügyészségnek. A bűnbanda tagjai ezért most hosszú évekre börtönbe kerülhetnek. A hálózatot irányító nő a törvény szerint akár 10 évre is. Trükkös módon próbált olcsón alkoholt venni egy dombóvári üzlet két alkalmazottja. Egyikük leakciózott több drága rövidítalt, majd szólt a kollégájának, aki pedig a készlet nagy részét megvásárolta. A rendőrök sikkasztásért hallgatták ki őket, az italok többsége pedig végül visszakerült az áruházhoz. Sok ember krízist él át karácsonykor és évvégén, mert nem családi vagy baráti körben töltik az ünnepeket, és ilyenkor szembesülnek igazán emberi kapcsolataik hiányával. Évvégén az öngyilkossági kísérletek száma is megnő, és többen kerülnek pszichiátriára, mondja a Tolna megyei Balassa János kórház pszichiátere. A szakemberek azt mondják, az ünnepek során lehet igazán tapasztalni, milyen sok az elhanyagolt, magányos, idős ember, aki kizárólag azért kerülnek kórházba, mert nincs ki foglalkozzon velük. Megsokszorozódik a Tolna megyei Balassa János kórház munkatársainak munkája az ünnepek alatt. Különösen a sürgősségi és pszichiátriai osztályon nő meg ilyenkor a betegforgalom. Többen nem tudják feldolgozni a karácsony környéki stresszt, ami a felfokozott készülődésből, hangulatból adódik. Másrészt karácsony környékén a konfliktusok is gyakoribbak családon belül, ami akár öngyilkossági kísérletekhez is vezethetnek, mert az illető úgy gondolja, nem bírja tovább elviselni az adott élethelyzetet, mondja Kertész Ágnes, a Balassa János Kórház pszichiátriai osztályát vezető főorvos. Hagyományosan 2-3 olyan krízis jelentkezik, ahol öngyilkossági kísérlet vagy öngyilkossági gondolatok merülnek fel, és segítségkérésképpen vagy már a sürgősségi osztály ellátása után kerülnek hozzánk a páciensek. Ezzel párhuzamosan a szociális krízisek száma is megnő, mondja Kertész Ágnes. Rengeteg idős ember azért kerül kórházba, mert nincs ki foglalkozzon velük. Kiszáradnak, nem szedik be a gyógyszereiket, rosszul lesznek. A család, ha van, karácsonykor hazajövve szembesül azzal, hogy szerettei elhanyagolt állapotban vannak, és látja, hogy pszichiátriai ellátást igényelnek. Nagyon sok idős egyedül él, és hogy nincsen körülötte olyan hozzátartozó, aki tudná segíteni a mindennapjait, és hogy ebben az időszakban ugye a szociális ellátás, a szociális háló, ami körülveszi az időseket,
az ünnepekből adódóan ugye egy kicsit ritkul, és hogy ezekben a napokban bizony gyakoribb. Az Európai Unióban még mindig nálunk a negyedik legmagasabb a 100 000 lakosra jutó öngyilkosságok éves száma. Ez 2016-ban összesen 1327 öngyilkosságot jelentett. Utánfutóról az útra ugrott disznót fogtak be Bátaszék térségében a rendőrök. Az állatot egy lószállítóval vitték Dunaszentgyörgyre, hogy levágják. A tulajdonosa csak otthon vette észre, hogy a disznó útközben eltűnt a szerelvényről, ekkor hívta a rendőrséget. Az egyenruhások hamar megtalálták a disznót, majd leterelték az útról, így nem történt baleset. A sertésből, úgy tudjuk, azóta már szalámi és kolbász készült. Elkezdek sportolni, munkahelyet váltok, abba hagyom a dohányzást. Ez a három leggyakoribb újévi fogadalom, ám az emberek nem mindig gondolják elég komolyan ezeket a fogadalmakat. További probléma, hogy hirtelen vágnak bele ezekbe az elhatározásokba, ami garantálja a kudarcot. Ha valaki tényleg nagy változtatásokat szeretne véghez vinni, arra érdemes rákészülni, és akár korábban átgondoltan meghozni a döntéseket, javasolja a szakember. Elkezdek sportolni, munkahelyet váltok, abba hagyom a dohányzást. Ez a három leggyakoribb újévi fogadalom Magyarországon. A szexáliak között is találtunk olyat, aki újévkor megfogadta, hogy változtat az életformáján. Többet sportolok, kevesebbet eszek. A többség azonban azt mondta, nem látja értelmét az újévi fogadalmaknak, úgyhogy nem is tesz ilyet évelején. Nem volt így. Maradt minden régiben, nem nagyon követem ezt a részt. Úgyse tartják be. Nekem ez a véleménye. Fölöslegesnek tartom. Mert nem tudják betartani? Hát egy az, hogy nem tudják betartani, a másik meg az, hogy ha valaki valamit nagyon akar, akkor azt új év nélkül is meg tudja csinálni, nem? A pszichiáter is azt mondja, hogy sok újévi fogadalom többet árt, mint használ, és többen kerülnek ilyenkor a pszichiátriára, mert az alkohol vagy a dohányzás hirtelen elhagyása mentális problémákhoz vezethet. A szakember azt mondja, a magyarokra különösen jellemző, hogy újévkor a hibás működéseiken szeretnének hirtelen és drasztikusan változtatni, amiket évek vagy évtizedek óta nem tudtak megoldani. Ilyen az alkoholizmus, a dohányzás, vagy éppen az elhízás. A válások, a kapcsolatok lezárása is ezekhez a drasztikus döntésekhez tartozik. Hogy január végére azért megszaporodnak az olyan pácienseink, akik itt az újévi nagy fogadalmak után azt élik meg, hogy egy újabb kudarcos folyamatba kezdtek bele. Úgyhogy nagyon fontos az, hogyha bármi, amit így elhatározunk, azt egy kicsit előkészítsük. Nem célra vezető tehát, ha január első hetében drasztikusan meg akarunk változtatni mindent, jobb, ha átgondoltan építjük fel a tervünket, ellenkező esetben testi-lelki krízis alakulhat ki. 4 nappal többet dolgozunk idén, mint tavaly, ráadásul a hosszú hétvégék is rövidebbek lesznek. Idén március 15-e és minden szentek is hétvégére esik, illetve karácsony másnapja szombat lesz. A karácsonyt és a húsvétot leszámítva csak augusztus 20-a körül lesz 4 napos hétvége 2020-ban. Mivel az államalapítás ünnepe csütörtökre esik, augusztus 21-e péntek pihenőnap lesz, illetve Szenteste napját, ami az idén csütörtökre esik, szintén pihenőnappá nyilvánították. E dátumok körül 4 napos hosszú hétvégék lesznek, ezeket a pihenőnapokat augusztus 29-én és december 12-én dolgozzuk majd le. Alig kezdődött meg az új év, már is kulturális eseményen vehettek részt a szexárdiak. A város Babits Mihály Kulturális Központjában a Budapest Ragtime Band adott koncertet. A közönség szórakoztatása a cél, mondta a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője. A 40 éves jubileumát Szexárdon ünneplő együttes 1980-ban alakult, főiskolát, illetve zeneakadémiát végzett zenészekből. Újdonsággal is készült a Babits Mihály Kulturális Központban a 2020-as év első koncertjét adó zenekar. Van a klasszikus jazz, a tradicionális jazz és a ragtime. Ennek az szerencsés egyvelege vagy keveréke a mai program is, és általában a program. Ezt szeretik a közönség. Ma hoztunk egy fiatal jazzénekes fiút is, aki pár Sinatra által fémjelzett standardeket is el fog énekelni.
Ragtime címmel 1984-ben készült el a zenekar első önálló hanglemeze. 1990 óta 8 felvételük jelent meg. Magyarországon kívül felléptek többek között a Berlini Filharmóniában, Mexikóban és Sacramentóban, a világ legjelentősebb jazzfesztiválján is. Fontos küldetésüknek érzik az ifjúság nevelését. Ezzel kapcsolatban többször jártak Szekszárdon is. Itt Szekszárdon is voltunk ebben a megyében ifjúsági koncertet tartani, ez középiskolásoknak és általános iskolásoknak. Már 25 éve csináljuk, ilyen kicsit ismeretteljesztő, kicsit szórakoztató 45-50 perces műsor, ahol a jazzről, a ragtime-ról, a klasszikus zenéről, a hangszerekről beszélünk, játszunk, és nagyon szereti az ifjúság. Fennállásának 40. évét ünneplő zenekar januárban többek között Csonka Andrással együtt lép fel Budapesten. Az egészséges táplálkozás kérdései kerültek elő a Zombai Főzőklub rendezvényén, főként a gluténmentes ételkészítés fogásai kerültek terítékre. Ha picit átgondoljuk, hogy tényleg milyen nagyon sok lisztes dolgot fogyasztunk, akkor bizonyságot szerzünk, hogy hoppá, lehet ebben valami. Hiszen azt látjuk, hogy az orvostudomány rettenetesen fejlett, és a fejlett orvostudomány ellenére mégis nagyon-nagyon sok a krónikus probléma. Ennek egyik oka a glutén. Így hát a gluténmentes főzés fogásaival ismerkedhettek a Zöld Alma Klub rendezvényén. Szűcs Sándorné elnök meghívására hivatásos szakácsok és háziasszonyok is eljöttek a közös főzésre. Felmerült a gluténmentes étkezés, illetve a gluténmentes főzés igénye a nagyon sok ételallergiás gyermek miatt. Házi sütemények és pékáruk készültek a kipróbált receptek alapján. A gluténmentes kenyereket sütünk kétféle variációban, hajdinásat, illetve világosat, zsemlét készítünk, kifliket készítünk, aztán a magyarok nagy kedvencét, a lángost, azt is lehet gluténmentesen nagyon finoman, aztán itt karácsony környékén a bájgli is nagyon fontos szerepet tölt be, ezen kívül készítünk még fonott kalácsot, és vagy pizzát vagy langalót. Minden, ami fehérlisztből a szokásos módon készül, elkészíthető olyan anyagok felhasználásával, melyek egészségesebbé teszik az étkezést, mondta Szűcs Sándorné. Zombán már 2 esztendeje zajlik a menümenza sorozat, ahol a gyerekekkel ismertetik meg ezeket az ételeket. Mostantól a háziasszonyok is ilyen módon készíthetik a mindennapi kenyeret. 12 amatőr és ugyanennyi igazolt futballistákból álló csapat szerepelt a 4 napon át zajló idei bátaszéki fenyőkupán. A 37. alkalommal megrendezett tornát az egyik évtizedek óta meghatározó csapat, a Gold Car nyerte, örök nagy riválisa a Palermo ellen. A fehérben játszó NB3 a szekszári UFC-re épülő Palermo és a szekszár bátaszék bonyhádi mixből álló, a fináléban is zöld-feketében szereplő Goldcar találkozott a bátaszéki fenyőkupa idei döntőjében. Az a két csapat, amely már 6-szor elhódította a serleget az utóbbi 2 évtizedben a fenyőkupa 37 éves történetében. Nagy meccs lett volna ebből is, most is, minden bizonnyal, ha nincs az az egy káprázatos egyéni teljesítmény, amit az UFC futballistája Vituska István az egész tornán, de főleg a döntőben bemutatott. 4 remek beszabott gól, plusz egy gólpassz az apró termető játékostól, miután kis túlzással ez is állhatott volna az eredményezőn. Vituska Palermo 6-2. Nagyon szívtuk magunkat, ugye nagyon készültünk rá, tavaly nem sikerült elinduljunk, ugye, más csapatba indultunk, ugye, aztán most végre összejött a csapat, szerencsére mindenki megvolt, ugye nagyon készültük, hogy ahogy újra együtt vagyunk, hogy véghez vigyük ugye a legvégéig, úgyhogy szerencsére az sikerült. Ez a megállapítás igaz az amatőr döntőre is, amelyen a pirosmezes Bodri halásztanya és a szintén meghatározó tavalyi győztes Speed találkozott az idén. A fekete sereg 0-2-ről nyerte meg a fenyőkupát 3-2-re. Regionális híreink következnek. A közösség nevében is köszönettel tartozunk, a pécsi mentőszolgálat munkatársait látogatta meg a megyei elnök. Már néhány kutya gazdáját várja a Misinánál, hetek múlva is előkerülhetnek a kedvenceink. Jótékonysági regatta, 7. alkalommal invitálták a vitorlázás szerelmeseit a Balatonra.
Immár hagyomány, hogy minden év utolsó napján köszöntik a pécsi mentőszolgálaton dolgozókat. Idén Őri László tett látogatást az állomáson, hogy megköszönje a szakemberek egész éves munkáját. A Baranyai megyei közgyűlés elnöke kiemelte, fontos, hogy elismerjék azt a szakértelmet, mellyel pécsi és baranyai életeket mentenek. Hozzátette, több fejlesztéssel is szeretnék segíteni a pécsi mentőszolgálaton dolgozók mindennapjait. Őri László látogatott el a pécsi Tüzér utcai mentőállomásra december 31-én. A Baranya megyei közgyűlés elnöke elmondta, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy elismerjék és megköszönjék a mentősök egész éves áldozatos munkáját. Ilyenkor az ünnepek alatti megerősített szolgálatban ez különösen fontos. Baranya megyében évente körülbelül 40 ezer emberhez érnek ki a mentők és segítenek akkor, amikor baj van. Fontos, hogy ezt a közösség nevében elismerjük és megköszönjük. A mai napon ez a látogatás ez egy gesztus, egy szimbolikus esemény, amikor találkozunk, egy kicsit beszélgetünk a mentőszolgálat munkatársaival. Őri László kiemelte, az év minden napján igyekeznek nagyobb figyelmet fordítani a szakemberekre. Az elnök hozzátette, több fejlesztés is zajlott már a mentőszolgálat pécsi telephelyén. Itt Pécsett a Tüzér utcai mentőállomáson klímaberendezéseket szereltünk föl ennek a támogatásnak köszönhetően, hogy a nyári időszakban az orvosi pihenőbe, illetve a pihenő helységekbe kellemesebb és komfortosabb legyen a munkavégzése, és öröm számunkra, hogy az idei évben a kormányzat támogatásából, kormányzati beruházásból beszerzésre kerültek az új mentőhelikopterek, amely már itt Pécsett is szolgálatba állt. Az ilyen beruházások magasabb minőségű és biztonságosabb ellátást garantálnak a régió betegei számára. Hangzott el az eseményen. Az óév búcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök hang- és fényhatásai az idén is több állat elkóborlásához vezettek. A Misina Természet és Állatvédő Egyesülethez már az új év második napjáig 5 kutya került be. Volt, amelyik maga menekült be, volt, amelyiket talált kutyaként vitték be segítő szendékú emberek a pécs-somogyi állatmenhelyre. A gazdik aggódnak, a megriadt ebek pedig hol türelmesen, hol pedig feszülten várnak sorsukra, de leginkább gazdájukra. Január 2-án délig 5 kutya került be a pécs-somogyi állatotthonba. Ezek a fényképek a népszerű közösségi portálon is megtalálhatók a Misina Természet és Állatvédő Egyesület oldalán. Ez még a szerencsésebbik eset, mert van egy biztos pont, az állatmenhely, ahonnan újra hazatérhetnek, mondja Farkas Tamás elnök. Én meglepődve tapasztaltam egyébként személy szerint, hogy úgy láttam, úgy hallottam, hogy nem volt kisebb a zaj, ami a kutyákat azért nagyon megviseli. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ilyenkor azért ne keseredjünk el akkor, amikor mondjuk a következő nap nem találjuk meg a kutyánkat, keressük tovább is, hiszen egy kutya akár naponta 10 kilométeres távolságot is megtehet. Az egyesület elnöke arra kéri a kutyásokat, akinek elveszett a kedvence, hogy tartsa bekapcsolva a telefonját, mert ha az app bilétáján ott a telefonszám, vagy csippen regisztrált állatról van szó, már is könnyebb az információ áramlás és a gazdi megtalálása. Rengeteg olyan internetes oldal van már, ahol hirdetik a megtalált kutyákat. Én azt gondolom, hogy keressük. Tehát lehet, hogy az én kutyám ott van, most egy nonsens esetet mondok, ott van mondjuk a szomszédnál, vagy két házal odébb, csak éppen találom meg, vagy nem tudom, hogy ott van. Tehát nem biztos, hogy az utcán van ez a kutya. Lehet, hogy valaki már éppen gondoskodik róla, és keresi a gazdát. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azokat az információkat, amelyek azt gondolom, hogy most már nagyon intenzíven áramlanak, találtam kutyát. A szilveszterkor megriadt állatoknak még van esélye előkerülni, teszi hozzá az állatotthon vezetője. Volt rá példa, hogy hetek múlva bukkantak fel, vagy hazamentek, vagy jó szándékú emberek bevitték őket az állatmenhelyre, ahol aztán igazolt gazdájuk átvehette kedvencüket. Kiváló szélben és ragyogó napsütésben indult el a 7. szilveszteri regatta Balatonlellén. A verseny jótékony célt is szolgált, hiszen a nevezési díj egy részét egy hátrányos helyzetű keszthelyi családnak ajánlották fel. A hajósok szerint a téli vitorlázás megfelelő felkészültséget igényel, ugyanakkor az élmény és a látvány mindenért kárpótolja őket. A tervezethez képest egy órával később rajtolt el a 7. szilveszteri regatta a reggeli gyenge szél miatt, de aztán délelőtre optimálissá váltak a körülmények a verseny megrendezéséhez. A téli vitorlás versenysorozat szilveszteri regattáján a mai napon 2 futamban fognak a versenyzők versenyezni, 2-szer kell egy klasszikus háromszög pályát leírniuk. Ehhez nagyon jó, kellemes szél van, nem túl erős, nem túl gyenge, 2-3 fok hőmérséklet, viszont nagyon szép napsütés, úgyhogy ennél szebb időt rajzolni sem tudtunk volna.
A 13 egységnek két futamban kellett úgynevezett klasszikus háromszög pályát teljesítenie. A téli vitorlázás, azt szoktuk mondani, hogy pontosan ugyanolyan, mint a nyári, egyetlen egy dologra kell odafigyelni, azaz nem is egyre, hanem ez több dolog lesz, tehát nagyon fontos a mentőmellényviselése, nagyon fontos az, hogy rétegesen öltözködjünk, és nagyon fontos, hogy a hajó megfelelő felkészültséggel legyen műszakilag, tehát hogy ne kerülhessünk vészhelyzetbe vagy bajba. A versenyzők közül sokan már nem először vesznek részt téli vitorlás versenyeken, így a szilveszteri regattán is. Hideg van meg azért ez egy túrahajó, tehát még egy sokkal komolyabb versenyhajóval versenyzünk, 4-5 csapatból áll össze a csapatunk, úgyhogy hát csak annyiban más, hogy azért itt is, amikor elkezdődik a rajt procedúra, akkor azért vérszívók leszünk, akkor nekiállunk versenyezni, de közben azért mindenki vigyáz a másikra, tehát inkább élményről szól, mint arról, hogy most úristen. A hajósok a versenyt követően a kori pályán is csúszkálhattak, vagy kipihenhették a vitorlázás fáradalmait a látványszaunában. Beatles slágerek, a Trónok harcának és a Karib-tenger kalózainak filmzenéje is felcsendült Balatonföldváron. Imár hagyományosan zenével köszöntötték az új évet a településen, a város fúvós zenekara vidám dallamokkal várta a közönséget. Rimszkij-Korszakov, a Nemesek felvonulása című darabja nyitotta a Balatonföldvári fúvószenekar újévi koncertjét, amelyet 9. alkalommal rendeztek meg a településen. Idén nem egy téma köré, hanem egy szerzőhöz kötötték a repertoárt. Jay Bokuknak hívják, Amerikában egy egyetemen tanít, és ott vannak neki nagyon-nagyon jó zenekarai, és hát több mint 600 ilyen fúvószenekari átiratot csinált már, és azokat ki is adta a legnagyobb zenekari kiadó. Huszonnyolc éves lesz a fúvószenekar, amelynek jelenleg mintegy 60 tagja van. Nagyon szeretem, itt nőttem fel, ez a második családom igazából. Próbák nagyon, nagyon hangulatosak, mindig néha nevetünk is, viccesek. Én nagyon szeretem. Beatles sláger, de a Trónok harcának és a Karib-tenger kalózainak filmzenéje is felcsendült a Balatonföldvári fúvószenekar újévi koncertjén, amelyről nem hiányozhattak a népszerű komoly zenei művek sem, közte a Carmina Burana. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Középkorú nő volt a bűnbanda feje, Tolna és Bács-Kiskun megyékbe is árulta a drogot. Karácsonyi és szociális krízis, érzelmi és testi elhanyagoltság miatt kerülnek ilyenkor sokan kórházba. Újévi fogadalmak, a szakemberek szerint sokszor többet ártanak, mint használnak. Koncert, a Budapest Ragtime Band lépett fel Szekszárdon. Hétvégén változékonyabbra fordul az időjárás, erősen felhős idő ígérkezik, csak átmeneti napsütéssel. Hószálingózás, rövid ideig tartó gyenge hóesés is előfordulhat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!